Sziasztok! A mai videóban kérésre a baby boomer technikát fogom nektek bemutatni géllakra. Első körben lekentem a tippemet a hipnotik 31-es színnel, lekenem még egy rétegbe, addig pedig elmondom, hogy mire lesz szükségetek ehhez a technikához. Beteszem köttetni. Első körben ugye szükségetek lesz a naturszínre. Nálam a 31-es, de ugye rengeteg féle natúrszín van. Aztán szükségetek lesz egy matt fedőre, szükségetek lesz egy ilyen kis szivacsos applikátorra, szükségetek lesz vagy egy kis, amiben kirakjátok végül is, az art gelt, a fehér art gelt, ez a krisztálnélszás, és szükségetek lesz egy szösztelenítő hengerre. Én ezt a kis ombre sticket ezen szoktam mindig megtisztítani, ugye ezt szösztelenítani, nagyon könnyen szöszösödik, úgyhogy mindig ezen szoktam áthúzni, és akkor biztosan nem lesznek benne kis szöszök. Miután megkötött, utána lekenem matt fedővel. Egy vékony rétegbe, ugye arra, hogy mindenhova jusson. Mert hogyha nem jut mindenhova, akkor ez meglátszik a kis baby boomerünkbe. Úgyhogy miután lekentük, megvárjuk még megszárad, addig én kiteszem az átkert. Azt kell tudni az átkerről, hogy teljesen fixre köt, úgyhogy csak rövid ideig szabad köttetni. Én 10 másodpercig szoktam 48 wattos lámpába, vagy pedig visszamattítjátok. Szerintem ez az egyszerűbb megoldás. Majd miután megkötött a matt fedőnk, utána szépen fogjuk ezt a sticket, és belemártjuk az átkelbe, és elkezdjük leütögetni róla a felesleget. Teljesen beledolgozzuk ebbe a kis ecsetbe. Itt látjátok, hogy ott már teljesen. És utána a végétől kezdve elkezdjük ezt az anyagot felütögetni. Amikor látjuk, hogy nincs rajt elég, veszünk még fel. És körülbelül a tippünknek, vagy hát a természetes körmünknek a feléig felvisszük ezt az anyagot. Majd pedig a tiszta felével eldolgozom, ezt pár másodpercig köttetjük, és utána pedig rátesszük a második réteget. Nagyon változó, hogy 2 vagy 3 rétegbe viszem fel, ugye körömhossztól is függ, meg még nagyon sok mindentől. És akkor meg is köttettük, és akkor elkezdem felvinni a második réteget. És ez már csak az előzőnek a feléig viszem fel. Jó, majd megint beteszem egy pár másodpercre köttetni. Ugye, mivel ez a tipp egy kicsit hosszabb, ezért 3 rétegbe fogom most ezt felvinni, de egy rövidebb körben bőven elég a 2 réteg. Majd ugye most köttetem túl, és jöhet a 3. réteg. Ezt már szinte csak a legvégére viszem fel. Majd pedig megint csak megkötötöm. És első körben a manikélen lakkal fogom fedni. De előtte még egy finom reszelővel meg fogom reszelni a legvégét, nehogy felpattanjon.
majd pedig leporolom. Utána pedig fedem. Manigénád lakkal beteszem köttetni, majd pedig koltoppal fogom bezárni. És az éleket is zárom. Én egy kicsit halványabban szeretem a baby boomert, akit ugye természetesen sötétebben szereti, annak ugye sötétebben is fel lehet vinni, nem ütögeted annyira le a kis stickedről a festéket. Mindig használat után megtisztítom, és úgy teszem vissza a kis tartójába. Majd miután megkötött, ilyen lett a végeredményünk. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, remélem, hogy tudtam nektek segíteni. Látjátok, hogy nagyon gyorsan elkészült ez a kis ombring, helyesítve baby boomerünk, ugye ezt más színből is ugyanúgy el lehet készíteni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és további szép napot! Sziasztok!